És hát itt vagyunk, az állomás épület ott van, itt voltak a vágányok, és amit látjátok, itt azért van sok mindenki állítva. Például itt van az üvegtigris egy teherkocsiba. Ó, még vágányokat is építettek vissza. Ki van ékelve egy betonaljal, tökéletes. Hoppá, ez igen. Ezt tényleg jól megcsinálták. Ezt nézzétek, itt nyitva van. Aha, és itt van a sablon, amivel a kocsi számokat fújják. Hát itt a stelázsi. Ez biztos, hogy nem a tehervagon része. Hát, meg némi kacat. Ott egy András kereszt. Ezt nézzétek. Így teljesen egész éve van billenőkocsi, nyitott teherkocsi, zárt teherkocsi, meg még némi sűn is van. Tehát itt azért vissza is épült némi vágány, azt nézd, hoppá. Ott van még egy teherkocsi, ott egy tartálykocsi, meg egy C50-es kibelezve. Szép gyűjtemény. Azt kell mondjam, hogy itt kitettek magukért. Hát motor nincs benne. Itt egy tartálykocsi. Itt van még egy zárt teherkocsi. Meg némi talpfa. Itt van még egy darab sínszál. Ott egy András kereszt, sőt kettő. Aha. És itt van egy gőzös itató, ami egyébként vízdarú. Van meg egy váltó, ami kitérőbe áll. Meg két traktorgumi, mondjuk az Alvas úthoz kapcsolódik. De a mávos kerítést is visszaépítették. És ezt nézzétek. Ilyen régebbi képek a állomásról. Én mondom, itt ez egy kétszeresen is elágazó állomás volt, itt minden irányba közlekedtek a vonatok. Vonatra várva kaszapelem. Hát sajnos ilyen polgár hétvégén nincs nyitva a kiállítás.
És akkor itt van még egy vasúti jármű és egy, hát egy játszótér. Hát ebbe gondolom hinta lesz, ha egyszer elkészül. Mászóka az már van. És hát én még az utcafrontot mindjárt megnézem. És bizony az emléktábla az ott van. Sőt, az OKGV is. Tehát valószínűleg akkor az OKGV is kivette a részét ennek a múzeumnak a megvalósításából. És hopp, ott van egy telefonszáma, azt most megpróbálom felhívni, hát hogyha azért valaki tud jönni, és akkor meg tudom nézni belülről is. Itt vagyunk a mezőhegyesi elágazás, a kisvasút az itt jött a közút mellett, és ezen az úton, ahol állok, jött a mezőhegyesi gazdasági vasút, és mindkét irányba volt egy becsatlakozó vágány, tehát így erről is arra is, tehát akármerről jött a vonat, mellett irányváltás nélkül rá tudott fordulni a mezőhegyesire, és a mezőhegyesi is, ugye Mezőkovács háza fele is mehetett, meg Kaszapel fele is, hát amennyire kellett. A mezőhegyesi gazdasági vasút az főleg a cukorgyár miatt volt, hogy ugye a kész cukrot meg a cukorrépát be tudják oldani, és egyébként ezen az úton ment végig. Na, egyszer talán ezt is be fogom járni, de az nem most lesz. Most még Mezőkovács házaig elmegyek az Alföldi első gazdasági vasútnak, ott volt a végállomása, egyébként onnan is csatlakozott tovább a mezőhegyesi. Hát annak is rengeteg, az egy nagyon kiterjedt hálózat volt, szintén mint az Alföldi első gazdasági vasút, egészen Lőkös házáig. És egy Dombegyházon meg így mindenhol keresztül ment a vonal. És csatlakozott itt az Alföldi első gazdasági vasúthoz, és akkor így a két kis vasút hálózat alkotott együtt egy nagyot, és hát nyilván így a kisebb vasút, de még az Ókígyósi vagy a Sarkadi gazdasági vasút is csatlakozott. Ez a nagy tehát így jött össze az a kb. 400 kilométernyi kis vasút hálózat, ami ugye egész Békés megyét így behálózta a keresztül kasul. És hát ebből gyakorlatilag mára már semmi nem maradt, sajnos. És még miket találunk errefele. Na. Jó, tehát hogyha ilyen akármiket találok, akkor elnyugulok hozzá. És akkor csak úgy hamutassam be itt a technikát, és itt az SJ9-es az itt ugye fel van rakva, és folyamatosan veszi, tehát majd arról is lesz majd ilyen útül. De hát a két videóban együtt lesz valami összevágva. Ja, akkor lealakítom a rádiót, nehogy itten az legyen, hogy copyright az a négy nyom, aztán letiltják, de... Hát most már csak a Csaba rádiót tudom fogni, már ugye a Retrónak meg a Petőföl mindenki ment a Martó köréből. Úgyhogy ha innen még pár kilométer Mezőkovács háza, ott megvan még a gazdasági vasútnak az épülete, meg a mérlegház is megvan, úgy tudom, és ott van a nagyvasút mellett, azt megnézem, aztán visszamegyek Kaszapelre, és ha belefér még az időbe, akkor Tóth Komlóson át elmegyek Békéssámsonig. És gyakorlatilag ma ennyi fér bele, a többit az Orosházig tartó másik szakaszt, azt majd később fogom bejárni. Úgyhogy akkor lassan mehetünk is. Thank you.
emlékeznétek, ez volt az egykori Mezőkovács háza GV-nek az állomás épülete, és a sinek itt jöttek, és itt még az átjáró előtt lekanyarodtak a nagyvasút mellé, és ott volt a kirakó. És hát nem kirakó, az ott van a nappaliba szokás rakosgatni apró darabokból, de hanem az átrakó, és itt talán itt ezen a mellékutcán be tudok majd menni, és akkor meg tudom nézni. És egyébként a motorszín is talán még megvan. Megnézem még közelről ezt az állomás épületet. Még úgy látom, hogy lakják is, és ráadásul nem is csak egy család lakja, mert azért nagyon nagy. Egy kicsit én is elbizonytalanodtam, de a vasútállomáson.hu-n is ezt láttam, hogy lehet, hogy ez volt egyébként a GV állomás épület, és az a másik csak a melléképület volt, viszont az a padlás feljáró az árulkodó, hogy biztos, hogy a vasúthoz tartozott. De azért megmutatom nektek ezt is, ezt az egykori kocsmát, vagy büfét, vagy nem tudom mi volt ez, ami már zárva van. De lehet, hogy ez volt az egykori állomása a GV-nek. Térkép az azt mondja, hogy Tóth Komlósi evangélikus templom, ami valószínűleg ezben a térkép is itt jelöli. És itt volt a templomtér megálló. Szóval a Tóth Komlós templomtér, ez egy forgalmi kitérő volt, itt két vágány volt. És ezen az oldalt jelöli. És annak itt kell valahol lennie, mert a térkép szerint a Tóth Komlósi evangélikus templomnál volt. Az pedig ez, szerintem. Ugye más templomot itt nem láttam eddig, hogy jöttem. És egy picivel visszább a polgármesteri hivatalnak kéne lennie. Tehát valószínűleg itt volt a kétvágányos kitérő, azért is szélesebb itt talán az út. És csak közben bicikli úton állok és jönnek. Menjünk, úgyhogy végülis jó helyen álltam meg. És errefele tovább ment a kisvasút. És valahol egy picivel arrébb szintben keresztezte a nagyot. És itt innen van egy kép, be fogom ide vágni, amikor szedik fel már a kisvasutat a 70-es évekből származó kép. Hát itt ez pedig csak egy szálloda. Szálloda a Komlóhoz. Hát menjünk tovább. Akkor a kisvasút az itt jött, hogy ennek az épületnek a helyén, itt az iskola mögött, és akkor itt tovább, és valahol itt kifordult a
Békés-Sámsoni útra, és ott volt egy megállója, az volt a Tótkomlós vásártér. Ez itt lesz valahol, ezt majd a fentről pontos térképet bevágom, ahhoz a jobban látszik, mert például ez az épület nem volt még itt. Tehát ez nagyon jól látszik a nyomvonalon, hogy itt az épületek itt a sarkán. Itt ment. És egy kis emlék a múltból, ugye a Hungar Hotel logó. Hát ezt nem csináltam ki, aztán 2004 óta már Invitel itt erre fel a szolgáltató, amikor csődbe ment a Hungar Hotel, akkor vásárolta föl. Igazából kilóra az Invitel, és nem is járt ezzel Békés megye egyébként rosszul, mert a Hungar Hotel az, ami hihetetlenül pocsék szolgáltatást tudott nyújtani. Főleg telefont elén, ADSL-t elén, azért már úgy, ahogy de működött, igaz, hogy az már az Invitel korszakban volt, amikor bevezették. És hát ugye arrafele kell majd menni, úgyhogy ott valahol ki kell menni a Békés-Sámsoni útra, és ott lesz valahol a Tótkomlós vásártér megálló. Az már tényleg megálló volt. Ezt nézzétek, itt az SR2-es fénysorompó, és itt a jobb oldalt ment, közben megnéztem a térképet, itt ment a kisvasút, és a Szintbenni kereszt itt volt. És nézzétek, még itt ilyen régi távírópóznák is vannak. Főleg azt ajánlom figyelmetekbe, ahol még a Polcelán-szigetelők is megvannak. Itt volt a kereszt. És erről van a fentről.hu-dal is egy jó kép, ahol primán látszik, hogy itt megy a keskeny nyomtáv, és itt Szintben keresztezte itt a normál nyomtávot. Arrafele pedig már a nagyvasúti állomás van. Szerintem ilyen tájban erre nem fog vonat jönni, de majd mindjárt ránézek a vonatdroidra, hogy jönne. Ha jön, akkor megvárom. És akkor látjátok, hát most éppen ezért tilosat putat a jelző. Thank you.
és akkor Békéssápson végállomásra érkeztünk. Ugye onnan jött a kisvasút, és itt ágazott többfele, itt három vágány volt, meg egy csonka a térkép szerint, és itt jött valahol, tehát még az is lehet, hogy ez az épület volt az állomás épület, bár nincsen róla fénykép. Viszont ez az utcafront volt, a vágányok a másik oldalt voltak. Nézzük, tehát még ennél a víztorony, tehát itt valahol itt a víztorony után. Elnézek arra, hát ha látok valamit, és egyébként a következő utcát Vasút utcának hívják. Tehát az is egy támpontot adhat. Hát csak közben megint elkezdett esni az eső. De hát mindegy, ez már a vége. Úgymond, tehát itt volt a végállomás, eddig bejártam a vonalat, akkor ezeket még felveszem, és akkor utána, akkor úgy is megyek haza, akkor meg már hadd essen. Csak igazán kibírhatta volna még egy kicsit. Hoppá, hát itt van egy játszótér, akkor, és ez is körbe van kerítve, akkor hát itt se tudok jobban. De itt van. Itt ezen a placon volt valahol a vasútnak a végállomása, és itt voltak a vágányok, ott volt egy gólya. Tehát szerintem a vágányok itt jöhettek, és az volt az állomás épület. Majd még a túloldalról megnézem, hát ha ott látok valamit. De szerintem ez volt, és itt volt a vége. Valahol, hogy a Vasút utcáig mentek el a vágányok. És az utcafront, hogy a túloldalt volt, az pedig most valami kocsma, vagy étterem, vagy nem tudom, hogy valami hasonló létesítmény lehet. Fentőre.hu megvannak a képek, úgyhogy majd vágok be ide egy párat, és akkor majd kiderül, hogy jól okoskodtam, mert most nem tudom megnézni, megint azt hagytam a kocsiba a telefont. Hát akkor egy vissza, aztán majd meglátjuk. Ez a templom is elég új építésűnek tűnik. Hát vagy csak felújították, de valószínűleg ez sem volt még itt, amikor még járt a kisvasút. Akkor egy gyors helyesbítés nem ez, hanem az lehetett az állomás épület egyen arrébb. De elnézek még arra is, aztán meglátjuk, hogy látok-e valami érdekeset. Na, akkor még egyszer a vélelmezhető állomás épület. Hát aztán lehet, hogy tévedek, és nem ez volt, de hogyha tippelnem kéne az itt lévő épületek közül, hogy melyik lehetett az egykori állomás épület, hát én ezt mondanám. Hát aztán majd kiderül, hogy igazam volt-e. Még van itt egyik alusz, azt még lefotózom, de van nagyjából ennyi. És akkor itt ugye még egy-két vágány az ment tovább. Egészen a következő utcáig, ami a Vasút utca. De hát itt már semmi nem maradt az egykori kis vasútból. Úgyhogy akkor szerintem ez a videó az ennyi lett volna, hát innen már hazafele veszem az irányt. Majd még lehet, hogy lesz dumálós rész hazafele, amikor még veszem az utat fölfele, de az is lehet, hogy nem úgy, hogy akkor ezzel az Ikarusszal akkor el is köszönök tőletek, úgyhogy sziasztok, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, és majd valamikor Orvosháza felől is eljutok, aztán pedig a kisvasút nyomvonalán. Az nem biztos, hogy azt autóval járom, azt lehet, hogy biciklivel fogom. Tehát majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Úgyhogy ennyi. Sziasztok!